Jó estét kívánok, háttérkép Boros Imrével, Bogár Lászlóval, tiszteletem a drága uraknak. Jó estét kívánok. Jó estét. Sziasztok. És mivel nyár van, ezért végre módunkban áll, hogy is fogalmazzak, egy tematikus adást csinálni. Némi pihenésképpen itt a mindennapi politikai elmebajok tengerén, és elég régóta készültünk arra, hogy Trianonról beszéljünk. Lévén, hogy vészesen közelek a trianoni békeszerződés 100. évfordulója, és bátran elmondhatjuk, hogy a szokásos és obligát évenként ismétlődő megemlékezéseken, meg a búsuláson, meg a nemzetsiratáson túl szerintem az elmúlt 100 évben nagyon kevés és nagyon gyenge kísérlet volt arra, hogy Trianont a maga teljességében megpróbáljuk megérteni, értelmezni, tisztába legyünk máig ható következményeivel, és egyszer is mind ezáltal fel tudjuk dolgozni, és Trianonból olyan következtetéseket vonjunk le, amelyek, uram, bocsá, akár még a jövőben hasznunkra válnának, és előremutatóak lennének. Úgyhogy, ha csak egy picit is ehhez a gyászmunkához és egyszer is mind feldolgozáshoz hozzá tudunk tenni, akkor már megérte. Úgyhogy végül is ennek a szándékával és igényével vágunk bele ebbe a beszélgetésbe. Először is talán azokat a folyamatokat kellene megvizsgálnunk, hogy amelyek elvezettek végül is a trianoni békeszerződéshez. És ez volna a műsorunk lényege, 7. éve, hogy ne a felszínt kapirgáljuk, ne azt járjuk újra és újra körbe, amit mindenki tud, és minden megemlékezésen elhangzik, hogy az Antant és a kis Antant, hogy és miért szedte szét Kelet-Közép-Európa utolsó és legnagyobb birodalmát és monarchiáját, az osztrák-magyar monarchiát, hogy ezen belül a magyarság miért kapott különös extra büntetést, jóval, idézőjelben mondom eleve, vétkeinken felüli büntetést a trianoni békediktátummal, hiszen ezeket tudjuk, ismerjük, milliószor elmondtuk, de valójában az egész békerendszer, ami megszületett ott Párizs környéki kastélyban, az azért sokkal mélyebb okokra vezethető vissza, és talán ezekkel kellene kezdenünk. Laci bácsi. Többször idéztük itt ugye Thomas Mann, a József és testvéreinek a bevezetőjében. Kicsit elcsépelt, meg közhelyszerű, de azt hiszem nagyon-nagyon-nagyon mély filozófiai igazságot fejez ki, amikor Thomas Mann azt írja, hogy mélységes, mély a múltnak útja, ne mondjuk inkább feneketlennek. Tehát, hogy, és akkor utána egy nagyon érdekes hasonlata következik arról, hogy ezt a mérőont, amit a történelemben lebocsátunk, időnként azt hiszük, hogy na jó, elérte az alját, és akkor tudjuk, hogy onnan kéne kezdeni a folyamatok megértését, és aztán egyszer csak kiderül, hogy valójában az még mindig nem az előző. Mindennek van valamilyen előzménye, ennek következtében szinte lehetetlen megtalálni azt a kitüntetett pontot, amire aztán tényleg azt mondhatnánk, hogy jó, akkor innen kell kezdeni a történetet ahhoz, hogy ténylegesen megértsük, de azért, ha nem érdemes talán túl sok időt vesztegetni erre, noha szerintem nem elvesztegetett idő, de azért érdemes lenne az ős történetbe is lebocsátani ezt a mérőont. Tehát nagyjából a 8., 9., 10. század vidékére jelesül, leginkább ezt azért mindenféleképpen érintsük, ezt a sokáig eltagadott konfliktust, ami ugye Pozsonyi csata néven vonult be a történelembe 907-ben, érdekes módon jövőre az 1111. évfordulóját ünnepelnénk ennek az eseménynek, ha
ha volna bármilyen hát szerepe. Hát ez 1100-as, azt úgy sikerült átsiklani, hogy meg sem emlékeztünk róla. Hát igen, igen. Szóval mindenféleképpen lehet annak oka, hogy ezt azért nagy erőkkel igyekeztek a magyarság nagy része erről teljesen el is tagadni. Tehát az, hogy volt egy ilyen nagy konfliktus, egy nagy összeütközés, és ennek nagy valószínűséggel az hogy az oka... Ne feledd szavadat, azért jellemző, ha már eddig leeresztettük a mérőónunkat, azért jellemző, hogy közel 60 hadjáratot vezet a magyarság Európa különböző pontjaira a honfoglalást követően, és ebből a mai napig a magyar iskolás gyerekeknek kettő tanítanak, azt a kettőt, ahol vereséget szenvedtünk, zárójelbe zárva. Az összes többiről nem. Itt az olyan lenne, mint az aranycsapatnál, mikor kaptunk, csak a németek elleni világbajnoki döntőt. Augsburgról mindenki tud, de egyébként a többi 59-ről senki sem. A pályáról lesöpörték, arról nem. Bocsáss meg. Ráadásul, ha már ezt a kalandozást említetted, nagy valószínűséggel itt is a hamis tematizáció egyik klasszikus esetéről van szó. Kalandozásként, tehát máig is a hivatalos történetírás is, és valóban ezt tanítják a gyerekeknek is, úgy állítja be azokat az évtizedeket, hogy hát, hogy a magyarság egy ilyen vad, civilizálatlan nép volt, és tehát tulajdonképpen rablóbanda, persze. Tehát egy kulturálatlan rablóbanda volt, és azt a lehetséges narratíváját ennek ezeknek az évtizedeknek, hogy tehát az történt, hogy az Európa egésze, beleértve tulajdonképpen a formálódó német-római birodalom uralmi struktúráját és magát, a pápát is, valójában a magyarok kiirtassanak jelszóval indította ezt az akciósorozatot, aminek egyik leglátványosabb eleme volt ez a bizonyos Pozsony melletti összeütközés. És hát szóval az alapvető összefüggés, hogy ez a történés máig is letagadtatott a magyarok többsége elől, ez azért arra utal, hogy annak a konfliktusnak a lényege máig is elbeszélhetetlen, vagy legalábbis tabunak számít. Valójában az történt, hogy az a valami, amit kalandozásokként mutatnak be, az nem más, a kor szabályai szerint, hogyha megsemmisítő vereséget mérünk az ellenfélre, akkor innentől kezdve az ellenfél eddig betöltött uralmi szerepét mi vesszük át. Tehát ha úgy tetszik, ha Európa egyesített seregeire megsemmisítő vereséget mért a magyar hadsereg, akkor ebből az következik, hogy ha úgy tetszik, Európa a mi birtokunká vált. Tehát bizonyos értelemben véve azok az évtizedek úgy is értelmezhetők, hogy mindössze annyi történik, hogy birtokunkba vesszük azt, ami egy összeütközés, mint ahogy egyébként ők is birtokunkba vették volna a Kárpát-medencét hát abban az esetben, jöttek. Hogyha a forrát, hát nyilván azért jöttek ide. Tehát ilyen értelemben véve azt a valamit, amit kalandozásként mutatnak be, azt úgy is értelmezhetnénk, ha létezne az a történetírás, ami a mi szempontunkból írja le. Itt egyébként érdemes kitérni, és akkor lassan be is fejezem ezt a részét, hogy ugye a történelem az mindig a győztesek történetírása. Tehát miközben a felnövekvő generációk jóhiszeműen úgy vélik, hogy hát a történelem, hát tanultuk az iskolába a történelem, de nem a történelmet tanuljuk az iskolába, hanem egy történetírást, egy narratívát, egy elbeszélési módot tanulunk meg, és ráadásul ez értelemszerűen a mindenkori győztesek történetírása. Mi voltunk a győztesek, de arra már nem futotta az erőnkből, illetve hát a későbbi történések vették el ezt az erőt tőlünk, hogy a mi szempontunkból magyarázzuk meg azokat a történéseket. Tehát summa-summára a dolog lényege, hogy az ideérkező magyarságnak, az itt megtelepedő és államot alapító magyarságnak kezdettől fogva igen súlyos konfliktusa van Európával. Ez a konfliktus máig is elbeszélhetetlen, illetve a hivatalos elbeszélési mód szerint arról van szó, hogy itt már van egy szépen kialakult európai kultúra,
kultúra, és ahhoz képest mi kulturálatlanok vagyunk, és aztán nincs is más választásunk, mint szépen integrálódni ebbe a struktúrába. De van egy másik lehetséges elbeszélési mód, ez pedig az, hogy a magyarság valójában egy sokkal mélyebben szakrális létberendezkedési módot képviselt itt, ami az akkor már kellőképpen elkufárosodott, hogy finoman fogalmazzak, Európa számára, mód felett kellemetlen volt, hogy van itt egy olyan létszerveződési mód, ami elég erőteljesen szembe megy, mint azzal, amit az akkori Európa képviselt, és ez nyilván állandó szellemi fenyegetést jelentethetett Európa urai számára, és ez az összeütközés lényege, amely összeütközés egyébként mind máig fennáll. A mai Európai Unióval, hogy egy nagyot ugorjunk, 1100 évet a történelemben, a mai Európai Uniót meghatározó uralmi struktúrákkal való szembeállásunk valójában ugyanarra a konfliktusra vezethető vissza, amit 1100 évvel ezelőtt is megtapasztaltunk. Egy mondat, aztán jön Imre bácsi. El kell jussunk előbb-utóbb. Innentől valóban. A honfoglaláskori magyarság barbársága és civilizálatlansága ügyében azért érdemes mondjuk a kor arab utazóihoz és történetíróihoz fordulni, hogy Abu Hamid al-Garnati históriáját elolvasni, vagy akár Cselebi leírásait, hogy hogyan is néztek ki ezek a magyarok, és mennyire voltak idézőjelben barbárok és kultúrálatlanok. Másrészt érdemes végig gondolni, hogy a 2-3 tümény, ugye ez a tömény, tehát a 10,000-es hadrendben vonuló, és most nem is csak azt, hogy milyen harcmodort képviselt akkor a magyarság, hanem csak a számokból kiindulva, és ebből végig gondolva, hogy ez valahol micsoda háttér ipart feltételez. Hát emberek, a magyar lovas harcos 2 lóval vonul csatába, 2-vel, mert egy mindig pihentetve van, azt vezetőszáron viszi. Hát meg egy kis cuccot cipel. 2 felszerelésnyi íj és tegezben 100 nyílvessző, az csak a nyílhegyeket számolja valaki össze, hogy 30-40 ezer harcos per 100 nyílhegy. Az nem úgy van, hogy otthon valami jurtába valaki kalapálja, az egy háttéripar. És akkor még a lószerszámokról és minden egyébről nem beszéltünk, szóval na, csak hogy tudjuk, hogy kik voltunk és honnan jöttünk. Másrészt pedig ne felejtsük el, hogy az az Európa, amely, ahogy te is fogalmaztál, a kezdet-kezdetétől iszonyatos konfliktusban áll velünk, de ez persze semmit nem akadályoz meg abban, hogy szeretve tisztelt európai fejedelmek és királyok a saját kis trónviszájaikat úgy oldják meg, hogy magyarokat bérelnek fel, hogy az ő oldalukon harcoljanak. És a magyarok általában az oldalukon sikeresen harcolva sikerre is viszik hatalmi törekvéseiket. Na, ennyit akartam mondani. Imre bácsi, parancs. Én ugye röviden először egy olyan mondattal kezdeném, hogy rendszerváltás az azért is revelációt jelentett. Nekem azt vártam, hogy a magyar történelem dolgai is szépen lassan helyre kerülnek, nevezetesen az első kormány minisztereinek egy jó része történész volt, hát mondom, csak megmozgatják a saját pályájukat, meg különösképp Trianon ügyében, hát ebbe erősen csalatkozni kellene. A másik, amit Laci mondott, hát persze egy vereség után, amikor ugye tönkrevernek 2-szer akkora hadsereget, úgyhogy a gyermek Lajos is futóra vette a figurát meg. Szóval mindegy. Utána az a feladat, hogy azt a területet, ami most tönkre van verve, folyamatosan ellenőrizd. Ellenőrzésed alatt tartsd. Tehát gyakorlatilag nem is mentek nagy haderők a úgynevezett kalandozások idején. Tudtommal, egy, maximum 2 tümén, tehát törzsnek a fele. Tehát mindig a törzs hadrendjének a felé, tehát 5-5 ezer ember, tehát max 10 ezer ember ment ki, és intézett ezt, azt, amat.
Hát ugye, aki esetleg túlzottan föltartotta a fejét, ezt fejbeverték, meg hozták a híreket, fürkészek, úgy hívták a felderítőket, hogy akkor a német mostan hogyan meg mit gondolgat. 100 évig nem nagyon gondolt semmit, aztán Szent István alatt egyszer megint gyűjtek, hogy emlékszünk arra. A másik dolog, hogy azért valami történt már, hogy Trianon fele is ugráljunk, mert az idő az elég sokat fogy, bár még egy-két dologról beszélni kell. Hát azért Raffait én megemlíteném, ő erről a korszakról, amit ugye, ami a Trianonhoz vezetett, elég sok dokumentált, tehát nem hasracsapás, hanem könyvtári, levéltári, hála Isten ezek megmaradtak. Anyagok alapján, szabadkőves anyagok alapján elég sok mindent, elég nagy történelmi hűséggel leír, parlamenti felszólalások, obstrukció, haderőfejlesztés, vezényleti nyelv, és így tovább. Tehát nagyjából ebből sok mindenre rá lehet jönni. Tehát ezeket azért mindenképpen ugye gondosan még a mai napig távol tartják az iskoláktól, sőt, hát gyakorlatilag úgy tudom, az ő könyvei se hivatalos, hanem magánkiadásban jelentek meg. Ami azért, és akkor itt mondanám azt, hogy gyönyörűen haladunk a gazdaság dolgaiba, kiváló, mindenki csak néz jobbra-balra, szekér nincs, meg nem is igaz, meg porhintés. Ugyanakkor azonban a szellemi pályán még elég gyengén. Ehhez ez egyébként nagyon hozzátartozik, hogy a történelmünket alaposan ismerjük meg, legalábbis egy másik olvasatot is ismerjük meg, és akkor már legalább az ember, a két olvasat van, minimum elkezd gondolkodni, hogy akkor tulajdonképpen mi is a helyzet. De azt mondanám, ugye, és akkor itt visszaadnám Lacinak a szót, hogy Mohács után még többször ismétlődnek ezek a dolgok, vagyis, bocsánat, a pozsonyi csada után többször ismétlődnek ezek a dolgok. Hát azért ugorjunk át azon, hogy Szent István azért értette az üzenetet. Ennek ellenére azért Magyarországról nem mondtak meg, mert megint volt Magyarország ellen német támadás, holott igazándiból házassági alapon is összevegyült, behozta a nyugati papokat, nem a keletieket, ugye azok is jöttek. De aztán, és akkor továbbadnám, Mohács előkészülete is nagyjából. Tehát az ezt követő évszázadok a Szent Istvántól Hunyadi, akik terjedőleg a folyamatos kompromisszumok világa. Nyilván megpróbálunk integrálódni, noha nincsenek illúzióink azzal kapcsolatban, hogy ha egy kicsit is meggyengülünk, abban a pillanatban újra ellenünk támadnak. Tehát azt azért érzékeljük, hogy minden meggyengülésünk valójában életveszélyes ebben a konfliktusban. Ezzel együtt is ez az időszak a magyarság mindenféle szempontból legnagyobb teljesítményt produkálni képes időszak a Mányi Szent Istvántól a Hunyadiakig, és ami a lényeges, ezt mindenféleképpen érintenünk kell, hiszen ez döntő fontosságú, hogy az ország etnikailag azért alapvetően homogén maradt. Tehát mondjuk a Hunyadiak időszakában az ország népességének nagyjából a 90%-a a magyarokból tevődik ki, talán még annál is valamivel magasabb. 250 évvel később... Kb. Annyian vagyunk, mint az angol főszigeten. 250 évvel később, vagyis ugye a Rákóczi szabadságharc követő évtizedekben viszont ez a mélypont 36%-ra teszik a magyarság arányát az egész népességen belül. Ehhez nyilván alapvetően a török hódoltság időszaka, illetve hát az azt követő. Valójában ez is egy többenetes, máig sem feltárt mozzanat, hogy nem is maga a török hódoltság 150 éve okozta a legnagyobb veszteséget a magyarságnak, hanem az azt követő nem egészen 50 év, az az interregnum, ha úgy teszik, amikor tulajdonképpen vonuló hadseregek, felbomlott a rend, tehát a totál káosz jellemezte az egész Kárpát-medencét, és az igazi veszteségeket valójában a birodalmak, egyébként ez általában igaz szokott lenni, vagy helytálló, hogy nem is a konszolidáltan működő birodalmi kifosztás időszakában szenvedi el egy lokalitás a legnagyobb veszteségeket, hanem pont akkor, amikor felbomlik a birodalom, tehát abban a káoszban, ami a birodalmak felbomlását követi. Tehát annak a valaminek, amit Trianonként ismer a magyar történelem, alapvetően az ágyaz meg, hogy abban a 250 éves időszakban, ami a Hunyadiaktól, mondjuk a Rákóczi szabadságharc
leverését követő évtizedekig eltelik, abban radikálisan átrendeződik etnikailag a Kárpát-medence, és tulajdonképpen ezt követően már nem is képes a magyarság etnikai értelemben, noha végül is arról a 36%-ról azért sikerül 50-60% köré vinni az arányát, de ennél többre nem képes már a magyarság, és nagy valószínűséggel ez az egyik döntő fontosságú eleme, innentől akár bekapcsolhatnánk a Huntington civilizációk összeütközése című művének főmondani valóját. Noha itt alapvetően a nyugaton belüli kulturális összeütközésekről van szó, hiszen az ortodox Európa is, vagy a szlávok, germánok és az itt meglévő kultúrák közötti összecsapás ugyanazon a kultúrkörön belül történik, de úgy látszik, hogy ez is alkalmas arra, hogy, és akkor hát itt mindenféleképpen ez már átcsúszik nyilván a második része, valamilyen értelemben értelmeznünk kell Trianonnal kapcsolatban azt a láthatatlan a műsorunkban kezdettől fogva, azért is ez a címe, hogy háttérkép, megpróbáljuk felderíteni, hogy mi az a láthatatlan önmaga létezését is tagadó globális uralmi struktúra, amely alapvetően ezeket a döntő fontosságú átrendeződési folyamatokat igazán vezérelte. Csak egy megint csak egy közbeszúrás, hogy ugye a török hódoltság 150 esztendeje alatt történik értelemszerűen egy demográfiai katasztrófa. Jó. És a megszállt magyar részek számos helyén konkrétan eltűnik az emberi populáció. Délalföldi vidékek, Alföld középső területein, egész lent a délvidéken, gyakorlatilag lakatlan területek keletkeznek, mert egyrészt a török elhajt, a török megöl, elmenekülnek, ilyen-olyan, amolyan módon pusztulnak el. És ez csak azért mondom, mert mániám, hogy próbáljunk meg mindig pozitívan viszonyulni önmagunkhoz, hogy miközben megtörténik ez a demográfiai katasztrófa velünk, és pár évszázaddal korábban még Angliával egy szinten vagyunk demográfiailag, török hódoltság végére pedig gyakorlatilag kétharmadát elveszítjük a népességünknek. Ehhez képest önmagában tanítani való csoda, hogy hogy vészeljük túl. Hogy maradunk meg? Ezt abból induljunk ki, hogy azért ez van ez a csoda. Hogy megcselekedjük a csodát, és ezzel az egyharmadára zuhanó populációval a magyarság még mindig egyszer összeszedvé magát 55-58%-os többségre tudja magát föltornászni a Kárpát-medencébe. Szerintem erre senki nem adott volna egy lyukas galast. Így bizony. Hogy ezt meg tudjuk tenni. Tehát magyarul egy olyan önfenntartó és fajfenntartó ösztönről és csodáról tettünk tanúbizonyságot. Szellemi energiák tegyük ami, hozzá, tehát mély szellemi energiák. Amire csak azt tudom mondani, hogy elképesztő. És végül is ebben az állapotban kapjuk derékba az első világháborút és Trianont. És most már a második részben csak arról vagyunk hajlandóan beszélni. Rövid szünet és jövünk vissza. Folytatjuk trianoni különkiadásunkat Boros Imrével és Bogár Lászlóval, és akkor, mint ígértük, jussunk el végre az első világháborúig. Addig az első világháborúig, ami, csak hogy pontosan lássuk azért a történelem menetét, 1945-ig tart. 30 éves háborúval. Így van. És csak felfüggesztődik
a Párizs környéki békerendszerrel és az erőgyűjtés évtizedeivel, hogy aztán a második világháborúban folytatódjék minden. És ebből csak egy kis mellék gondolat, hogy a Párizs környéki békék összebarkácsolóinak kellett volna leginkább a Nürnbergi vádlottak padján ülniük, zárójel bezárva. Mert ők a leginkább felelősek az első világháború folytatásaként kitörő úgynevezett második világháború hullahegyeiért. Azok felelősek, akik összerakták az első világháborút lezáró, illetve felfüggesztő Párizs környéki békéket. És azzal kell még tisztában lennünk, ahogy az első részt ugye befejeztük, hogy a magyarság összeszedi magát még egyszer utoljára, demográfiai értelemben is csodát tesz a teljes pusztulás és kipusztulás évtizedei után föltornásza a magyarság arányát 50% fölé a Kárpát-medencébe, és ezt a magyarságot kapja derékba az első világháború kitörése, és azt is látnunk kell, hogy az első világháborúban ez a magyar nemzet, ez mind a keleti fronton, Galíciában, mind a nyugati fronton, Doberdónál valami mámoros pazarlással képes áldozni a vért, és valami felfoghatatlan bőséggel dobjuk oda és vetjük oda a nemzet színevirágát, fiatal magyar katonákat, minthogyha nem is lenne holnap. És van egy eufórikus hangulat a háború kitörésekor, ugye karácsonyra itthon leszünk, hangulata, megleckésztetjük a szerbeket és a félvilágot, és majd mi megmutatjuk. És aztán, mikor már teljesen egyértelmű, hogy ez nem így lesz, akkor is Gyóni Géza ugyanabb Semisül környéki erődrendszerben, a bunkerekben már megírja a Csak egy éjszakára küldjétek el őket című költeményét, ami egészen megdöbbentő, láttató erővel fejezi ki mindazt az iszonyatot és borzalmat, ami a frontokon zajlik, de a magyarság a tőle megszokott és, hogy is mondjam, csak szinte elvárt konoksággal pusztul tovább és tovább a lövészárkokban. És mindezek ellenére, amikor a háború véget ér, és tudva lévő már, hogy az Antant és a Kisantant mire készül velünk szembe, soha nem tudták volna a trianoni békediktátumot megcsinálni, hogyha belülről nincs az, ami van. Ha nekünk nem Károlyi Mihályok és Linder Bélák, meg Kun Bélák jutnak osztályrészül a legnehezebb történelmi pillanatban, hanem itt is támad egy Kemal Atatürk, mint a törököknél, akkor Trianon keresztül vihetetlen lett volna. No, innen nézzük a dolgokat. Igen. Én úgy gondolom, hogy onnét kell indítani, hogy ugye a kiegyezés 1867-es dolgairól általában el szokták mondani, hogy nagyon pozitív volt, nem vitatom a pozitív oldalait. Magyarság megint abba a helyzetbe jutott sok vereség meg egyéb után, hogy egy főbirodalommal társpartner lehetett, ez nem kis dolog. És úgymond megnyitott egy utat a felzárkózás, a modernizáció felé. Viszont a történet másik oldalát, és azért vagyunk mi háttérkép, nem szokták bemutatni, hogy bizony ez előkészített romboló ügyeket is. Egyet mondok, ami ő 2-3 is lesz, hogy ugye az 1848-as forradalmi szabadságharc egyetlen törvénye élt túl a Bach korszakban, majd természetesen a kiegyezésben is. Ez pedig a föld, termőföld, az anyaföld elidegeníthetetlenségének megszüntetett ősiség törvénye. Na most akkor mindjárt lényegre térek, mert az idő az elképesztően szalad az idő, és megint ugye sok minden kimarad, ami fontos. És kérem szépen, készültek ránk.
egészen érdekes módon 1867 előtt alig-alig volt Magyarországon banktevékenység, Széchenyieknek, hát egy évtizedbe tellett, míg a Pesti Kereskedelmi Bankot valahogy összegründolták. 67-ben egy csapásra megjelent itt, úgy hívták, hogy Magyar Általános Hitelbank, tulajdonosa Rothschild Bank, illetve a Kreditanstalt, amit viszont 100%-ig a Rothschildok. Ez a bank nagyon rövid idő belül, 10 év se telt bele, a magyar banktőke több mint 50%-át képviselte, azon kívül az állam számlavezetője volt, azon kívül az államnak a hitelügyeit intézte. No, hát kérem szépen, birtokok vettek föl hiteleket, mert elég jó konjunktúrája volt az akkori agrártermékeknek, majd azt mondták ezek a hitelezők, nem kéne egy kis mókát előadni, devizahitel őskiadásban, hát dehogy nem, tőzsdei krachot csináltak a terménypiacon, és a gyengébb középbirtokok, különösképpen Erdélyben, buktak. Mert akkor már a fedezettel el lehetett vinni a birtoktestet is. Észrevette például Bethlen István fiatal erdélyi politikusként ezt a veszélyt, retteltesen dörömbölt, hogy legyen egy földhitelintézet, ami majd összevásárolja ezeket a birtokokat. Lett is, hogy hol vásárolt birtokokat az Alföldön, és kik vásárolták meg ezeket a birtokokat, a román egyházon keresztül, hát, hogy kik finanszírozták, arról megint lehet egy kis mesét elképzelni. Annak kéne egyszer utána eredni, mert igen, mindezzel párhuzam sem, amit elmondtál. Van itt bűn magyar oldalon is, csak azért mondom, még mielőtt agyon dzsupálnánk a kis egy mondat aztán jön Imre, hogy azzal párhuzamosan, ami zajlik, mondjuk bank és hitel fronton a kiegyezés után, párhuzamosan azzal, hogy az ősiség törvénye megszűnik, és ugye a 40 mai napig tanítják a újabb és újabb generációknak, hogy az egyik legnagyobb vívmánya a 48-as forradalomnak, hogy a feudális viszonyok megszüntetése, hogy a földet végre felszabadította, tényleg milyen jó volt. És igen, Bukarestből, és ezt kéne tudni, hogy vajon az a bank milyen kézben volt, mert megalapítják a Dacia nevezetű bankot, amely vissza nem térítendő... Rendszerváltás után Dacia Felix is. Vissza nem térítendő hitelt ad románoknak, hogy Erdélyben földeket tudjanak vásárolni. Akkor már is ugye oda jutottunk, hogy ott lett, kezdődik, ha az a bank román bank kezdődik a tulajdonosi osztály kicserélődése is. Sokan mondják, hogy legalább azt a folyosót, ami a alföldi Magyarországtól a Székelyföldig vezet, azt tartsuk magyar kézbe, nem. Tehát van nekünk itt ebben bűnünk, ugye? És gyakorlatilag akkor történik az, ami történik. Az első világháború vége viszonylag egy, hát egy pénzügyi séma lényegében. A kontinentális Európán, ugye Franciaország szenvedte a legnagyobb katonai veszteségeket, eladósodott fűnek, fának, meg a vargának, az angoloknak lógott, az amerikaiaknak lógott, retteltes pénze, hitelezte az oroszokat, Lenin beintett, hogy ő aztán nem fizet vissza, hitelezte a szerbeket, hitelezte a románokat. Na és akkor ettől kezdve a pénzügyi modell úgy működik, hogy hogy lehet ezeket a egyébként agyonhitelezetteket újra helyzetbe hozni, tudják visszafizetni a hitelt, tehát úgy, hogy Magyarországot le kell csonkolni, az kész. Tehát gyakorlatilag ez az a háttérkép, amit mi nem szoktunk sirankozásaink közepette elmondani, pedig hozzá tartozik a lényeghez. Egyébként csak egy mondat, Németországnál is voltak ilyen bajok, ott is a franciák ugye először 100 milliárd dollárt akartak kinyomni Németországra, akkori német GDP 12 milliárd volt. Aztán beérték 30-al is, azt az se teljesült, ugye? És aztán fejlődtek a dolgok az általad is említett második világháború, ami azt mondja, hogy nagy háború, 30 éves háború, kettes felosztás. Tehát Németországban is ez a konfliktus odáig ment, tehát csak tőlük nem vettek el ennyi területet, nem vettek el ennyi német, valamennyit vettek el, ugye Lengyelországban maradt egy csomó német, cseheknél maradt egy csomó német, Franciaországba átkerült egy csomó német. Nem akarom én az ő dolgaikat kisebbíteni, de talán ilyen mértékben nem sérültek, mint mi. Na és akkor háború, és még egy, a háború vége hogy zárult? Hát említetted, hogy úgy, tulajdonképpen ezt nem mondtad, de hozzá tartozik, hogy a magyar királyi, vagy a magyar
királyi haderő, meg a KUK haderő, hadosztályai, hadtestei az olasz fronton, meg itt-ott-amott külföldön tartózkodtak, itt meg egy darab külföldi katona nem volt, hazajöttek, és a Károlyi kormány Linner Béla 9 napos hadügyminisztersége alatt feloszlatta a hadsereget, megszégyenítve hazaküldte őket. Az egyébként kompakt állapotban lévő magyar haderőt, inkluzíve azt a székely hadosztályt, hát az Kratokvill... amely követi jelentésekből kiderül, hogy a románok a büdös életben, hogy Kolozsvárt semmit nem tudtak volna elfoglalni, ha a székely hadosztályt hagyják, hogy Erdélyt megvédje. Nem hagyták. Nem hagyták. Zárójel Linder Bélát 1963-ban Belgrádban titómarsal ágyutalpakon temeti díszlövéssel. Így csak van. Hogy tudjuk, hogy kikinek az ügynöke volt. Ezek közül a rohadt mocskos valami azt a német hadseregtestet, amit Mackensen tábornagy vezetett vissza, mert ugye 16-ban, amikor a románok voltak olyan kedvesek és szövetségeket, a monarchiát hátba támadták, rövid időn belül ugye német és osztrák-magyar csapatok elfoglalták Bukarestet is, és ő volt a katonai kormányzó, felajánlotta a segítségét a magyar határokat. Internálták, és valami szerb disznóba tartották hónapokig Mackensent, aki aztán később nem volt hajlandó Hitlerhez beállni, szekundálni. Csak ezt hozzátartozik a csak nem tudom valami módon, nem szokták ezt így nem előhozni. Na, szóval, hogy tudjuk, na, hogy ki, és akkor még majd utána a végét is bekezdődik. Egy valamit kell mindenféleképpen rögzíteni, az elmúlt 1000 évben, noha rengeteg területi, drámai területi változás ment végbe Európában, vannak is ilyen kis ilyen animációk arról, hogy 3 percben összesűrítve ez az 1000 év, hogy hogy változtak a határok, de olyan egyetlen egy esetben sem fordult elő, hogy egy 1000 éve meglévő szálláshelyei egy adott nemzetnek ilyen mértékben, egyetlen akciósorozat mértékben, ilyen mértékben is, hát a jelek szerint történelmileg, hát igen, hosszú időre, ahogy ez kinéz. Tehát még egyszer mondom, ahogy említetted, mindenkinek voltak veszteségei, és persze nyereségei is időnként, de az, hogy az eredeti, tehát az ős eredeti történelmi szálláshelyének a döntő többségét elveszíti, a földjének a döntő többségét elveszíti, arra egyetlen más hasonló esetet sem, még csak megközelítőleg sem tudunk mondani. Ez az egyik dolog. Tehát messze az 1000 év legnagyobb vesztese valójában Európában mindenféleképpen a magyarság, ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy a föld, ha már ezt mondjuk, ugye, hogy a haza földjének nagy részét elveszítettük, akkor azért kap döntő jelentőséget, ahogyan Imre említette, mert valójában a 19. században már az 1830-as forradalmi felkelés sorozat, mert az a Párizsból induló sorozat is valójában ezt célozta, hogy egy ilyen forradalmi hullámot indítson el, csak az valami miatt nem sikerült, de aztán 1848-ban annál inkább, és maga az első világháború nevű projekt is ugyanebbe kapcsolódik bele, amelynek a döntő feladata az, hogy szétzúzza a szakralitás maradványait, tehát Kelet-Európában meglévő szakralitás maradványait, ahol a szakralitás maradványainak a globális pénztőke számára a legfontosabb akadálya pontosan az volt, hogy nem volt még teljesen szabad a földnek, mint termelési tényezőnek a szabad áramlása. Itt mindjárt meg kell említeni, hogy az Európai Unió a 4 szabadságára a legbüszkébb. Ez a 4 szabadság az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a munkaerő szabad áramlása, amiben inkluzíve benne van természetesen föld a tőkéhez, a föld is tőkének számít. És ilyen értelembe véve látnunk kell, hogy miközben ezt haladásnak, fejlődésnek, modernizációnak állítja be a világot ténylegesen irányító erő, ez a legpusztítóbb folyamat, ami a történelembe végbe mehetett. Egyébként tegyük hozzá, most megjelent a Kétollós Könyvespont, mint könyvkiadó működött itt közre, Hungaria Archiregnum címmel, mindenkinek ajánlanám a figyelmébe, egy összeállítás, 8 kiváló szerző
foglalja össze, hogy történelmileg a Szent Korona valójában mit is jelentett a magyarság számára évszázadokon, vagyis hát gyakorlatilag egy évezeden keresztül, mert hogy éppen ez volt a dolog lényege, hogy a hazaföldje az még csak nem is a király, a szakrális uralkodó tulajdonában volt, hanem ennek a Szent Koronának a tulajdonában, és maga az uralkodó is csak olyan értelembe véve dönthetett, volt. Így van, egy jószágintéző volt a föld ügyeibe, és ezt kellett összezúzni értelemszerűen a 19. században, illetve a 20. század elején. Még annyit mindehhez, hogy mindez nem történhetett volna meg akkor, hogyha a magyarságon belül azok a szellemi tradíciók, amelyeket azért alapvetően mégiscsak a Szent Istvántól Hunyadi, akik terjedő, ugye, hogy az első részben érintettük, ahol kívülről is és belülről is iszonyatos erejű, bomlasztó erők próbálták szétroncsolni már akkor is, gondoljunk csak a fuggerek, turzók együttműködésére és egyebek, tehát azért a magyarság akkor is ki volt téve azoknak a pusztító erőknek kívülről is, meg belülről is, de érdekes módon Mohács előtt is mégis volt már Linder Bélánk is, meg Károly Mihályunk is. Csak persze. A jelek szerint akkor még működtek azok a szellemi energiák, amelyek időben meg tudták akadályozni. Tehát le tudták fékezni, közömbösíteni tudták, meg tudták akadályozni azt, hogy ezek a negatív, bomlasztó energiák működjenek. Tehát az egyik legfontosabb kérdés, és ezt nyilván mindmáig nem tártuk fel, nem is egyszerű dolog, hogy annak a szellemi lejtőnek a természetét próbáljuk megérteni, amelynek a lényege az, hogy a magyarságon belül születnek valójában egyre rosszabb döntések. Tehát maguk a magyar uralkodó elit sem igazán értik. Tehát ugye mindig ugyanoda kanyarodunk vissza, vagy elvész a tudásuk arról, hogy az egészet lássák. Tehát azt az egészet, ami ahhoz szükséges, hogy az a valami, ami a történelmi szakrális Magyarország, az egyben tartható legyen. Tehát hiányzik a tudásuk, hiányzik a bátorságuk a cselekvéshez, akkor, amikor esetenként nagyon komoly konfliktusokat és kockázatokat kellene vállalni. Hunyadi az utolsó, aki akár a saját roppant vagyonát is hajlandó, vagy annak jelentős részét sokszor feláldozni annak érdekében, hogy megfordíthatók legyenek a folyamatok, és legyünk őszinték a becsület. Tehát megint ugyanoda kanyarodunk vissza, ez a három alapvető erény, és az ezek mögött meghúzódó szellemi energiák, ami a tudás, a bátorság és a becsület, ez elfogyni látszik ezekben az évszázadokban, és csak egészen kivételes esetekben egy Bocskai, egy Bethlen, egy Rákóczi, egy Széchenyi esetében jön elő, de aztán ezt követően ők maguk is, a saját életművük is kudarccal végződik, illetve széthullik az a kísérlet is, amit arra tesznek, hogy... Igen, és még egy mondat, aztán Imre fogja befejezni, úgy látom, hogy megdöbbentő, hogy miután bekövetkezik a tragédia, amiről csak úgy lehet szerintem érzékeltetni, ami történik Trianon után a magyar nemzettel, hogy mint hogyha valakinek levágnák a két kezét, meg a két lábát, és aztán így, ahogy van, betennék egy üres szobába, hogy szavasz maradj életben. És a magyar nemzet képes arra, hogy ebben az állapotában életben maradjon. Megtörténik a második, vagy a harmadik csoda, és ez lenne az én egyik vesszőparipám, hogy így gondoljunk arra, amit mi produkáltunk utána, és amit mondasz, hogy... Ez azt jelzi, hogy van ez a szellemi energia, tehát létezik. Csak... Amit mondasz, hogy a nagyjaink, akik mind egyrészt elfogynak, meg kudarcossá válnak, de a legnagyobb borzalomban mégis akad egy Horthy Miklós, egy Bethlen, meg egy Klebersberg Uno, aki véghez tudja vinni azt a csodát, hogy ez a nemzet megmarad. Elképesztő. Na most szuperszónikus sebességre kell kapcsolni, mert azért arról is beszéljünk, hogy mekkorát vesztettünk. Először is ugye az első világháború abszolút győztese Románia, erről ne beszéljünk. Az a hadjárat, amit a monarchiát indított, Fabatkát se ért, és megnyerték Erdélyt. Románia 15-ben leteszi a fegyvert a monarchia elé. 15-ben. Tudták ők ezt. Majd 18-ban, na mind hagyjuk is. Egyébként a románok... Ne rizsázzunk be. A románok zsenik. Zsenik, komolyan mondom. Először is ugye
18-ban a gyulafehérvári nyilatkozatot kiadták, ezt a román betűs dolgot tessék föltenni, csak a rendkedvéért, ahol annak megvan egy Risztrosz magyar gépi egy fordítása. Mondat, Imre, egy mondat a lényeg. A gyulafehérvári nyilatkozatban Erdély minden nemzetének teljes önrendelkezés kész. Most mi a jellemző, gyerekek, hagyjátok már, 2 percet megérnek a tények. Tehát nincs hiteles magyar fordítás elérhető. Ez mindent megmond Magyarország jelenlegi szellemi állapotára is. Gépi fordítás nem mondom, de ezt föl lehetne tenni esetleg, ha megvan. De ha ennek nincs, akkor menjünk gépi fordítása. Na most akkor nézzük meg, hogy hova jutottunk. Kérném azt a táblázatot, ami a különböző erdélyi etnikumok, magyarok és románok dolgát, ezt mondja, 1868-ban, 10-ben, 30-ban és 92-ben. Látjuk, hogy a 68-as induló 100%-ra veszük a románokat, meg a magyarokat. 910-ben a magyarok még jóval 157%-ra nőnek, románok 113-ba. Még 1930-ban is van bizonyos lendület, mert 140% mindig az előző 100, ugye, és 129-re. Na, aztán megkaptuk a magunkét 92-ben, ez a trend teljesen megfordult. Magyarán szólva a magyar etnikum, mellesleg a német az meg szinte eltűnik, azt most én nem mutattam azt ki. Az is volt, hogy 1 millió, eladták gyakorlatilag. Pénye. És akkor az utolsó táblára térjünk. Az a vallás. Ez pedig a vallások, nem etnikumok, a vallások. Hát tudjuk, hogy a vallásos dolgok is nagyjából az etnikumokhoz kapcsolódnak, szintén 68, 10, 30 és 92. Látható, hogy a katolikus, a zsidók teljesen eltűnnek, ugye? Voltak zsidók. Gyakorlatilag az evangélikus németek is eltűnnek. Az evangélikus németek is eltűnnek, visszavonulnak a magyar katolikusok és a reformátusok, és 92-re látjuk, hogy az ortodoxok ott vannak, ott ragyognak. Hát ennyit arról, hogy milyen marhamód betartották ezt a gyulafehérvári egyezményt. És ehhez képest kell azt a mondatot kimondjuk, hogy még mindig ott él 1,5 millió magyar, igen, akiről azért semmi nem mondhatunk le, sem ők saját magukról. De bizony nem áll. És óriási csoda, hogy vannak. Így van. Köszönöm, hogy itt voltatok önöknek, köszönjük a megtisztelő figyelmet, jövő héten a szokott időben találkozunk, a viszontlátásra. Ugye mondjuk.